A 19 éves Calvin Parker és a 42 éves Charles Hickson nem is gondolták volna, hogy hamarosan egy olyan kalandban lesz részük, amellyel örökre beírják majd nevüket az UFO történelembe, és az egyik legismertebb földön kívüli eseményként tartják majd számon történetüket. Ezt a földön kívüli elrablást az egyik legjelentősebb ilyen esetként tartják számon, amely valaha is nyilvánosságra került. Megismerhetitek azokat az elképesztő tanúvallomásokat, valamint azokat a független bizonyítékokat is, amelyek az elmúlt évek során felbukkantak, és amelyek látszólag támogatják az áldozatok állításait. Előtte azonban arra biztatlak, hogy iratkozz fel a csatornámra, ha még nem tetted meg, és a csengő ikonra kattintva kérj értesítést a következő tartalmaimról. Köszönöm! A békés és szerény Pascagoula város Mississippi déli partján fekszik. A városon, amely egyébként Jackson megye megyeszékhelye is egyben, a szintén azonos nevű Pascagoula folyó halad keresztül. A város és a folyó nevének jelentése eléggé hétköznapi, ugyanis kenyérevőt jelent, amely a helyi őslakos törzsekhez kapcsolódik, akik összefogtak az eredeti település létrehozásában. A viszonylag csendes és teljesen átlagos városka élete azonban 1973 őszén felbojdult, amikor két helyi gyári munkás miatt hatalmas média felhajtás keresztüzébe került. Történetük az egyébként ismeretlen közösséget az országos érdeklődés élére repítette, és az idők során az észak-amerikai kontinens egyik legjelentősebb UFO találkozásának helyszíne lett. Pascagoula, Mississippi, Amerikai Egyesült Államok, 1973. október 11. Ezen a szép meleg őszi napon a felhőtlen égbolt és a 100%-os telihold tökéletes körülményeket teremtett Charles Hickson és Calvin Parker számára egy spontán éjszakai horgászathoz. Amikor este, körülbelül 5 órakor végeztek a munkával, összegyűjtötték horgászfelszerelésüket, és egyenesen a kedvenc helyükre indultak. A szóban forgó hely egy kis eldugott móló volt, egy régi, elhagyatott hajógyár területén, a folyó nyugati partján. Az első fél óra a megszokott unalmas, nyugodt körülmények között telt, amikor hirtelen egy pulzáló kék fényt vettek észre, amely úgy tűnt, hogy a folyó vízén tükröződött vissza. Ahogy felpillantottak az égre, egy furcsa kinézetű repülőtárgyat pillantottak meg, amely lassan a folyó felé közeledett. Calvin Parker később úgy írta le ezt az objektumot, mint egy ovális alakú, körülbelül 9-12 méter széles átmérőjű és 2,4-3 méter magas tárgy, amelynek oldalán két villogó kék fény volt látható. Más források ezt az objektumot ennél kisebbnek írják le, szóval itt vannak eltérések. Minden esetre, ahogy ez a furcsa objektum közeledett a két férfi felé, megütötte a fülüket egy sziszegő, zúgó hang, amiről úgy vélték, hogy a tárgy kezdte kibocsátani magából. Ekkor Hickson és Parker rémülten vették észre, hogy teljesen lebénultak. Se megfordulni, sem egymásra nézni nem tudtak, de még megszólalni sem. A tárgy lassan közeledett feléjük a víz felszíne fölött, majd néhány méterre tőlük megállt, és csendben lebegni kezdett. A két férfi tehetetlenül figyelte, amint az objektum oldalán kinyílt egy kis ajtó, amiből három furcsa kinézetű lény bukkant elő, akik úgy tűnt, hogy lebegnek a levegőben a hajójuk mellett. A lények lebegve elindultak a kétségbe esett páros felé, és amint közelebb értek, már egészen nyilvánvalóvá vált számukra, hogy közel sem emberi lények. Testük széles, magasságuk körülbelül másfél méter volt. Vastag lábaik voltak és olyan karjaik, amelyek mintha fogókban vagy csipeszekben végződtek volna. Arcuk nem volt, fejük az előző videómban feldolgozott voronyezsi esetben megjelent idegenekhez hasonlóan golyó vagy félgömbszerű volt nyak nélkül. Mindhárom lény fejéből két-három tüskeszerű nyúlvány állt ki. Szájuk egy apró rés volt, az orruk pedig egy pontszerű nyílás volt csupán. Úgy tűnt, hogy mindannyian fejüktől a lábukig hullámos fémes ruházatban vannak, a mozgásuk pedig szinte robotikusnak tűnt, olyan volt, mintha mesterségesek lettek volna.
Tony Accurso művész a következőképpen rajzolta le a lényt Charles Hickson útmutatásai alapján. Pillanatokkal később a három lebegő idegen megállt a két bénult férfi fölött, majd lassan leereszkedtek és közvetlenül előttük lebegtek teljes csendben. Ezután a három lény közül kettő fogóikhoz hasonló kezeivel megfogta a két férfit, és olyan könnyedén emelték fel őket a levegőbe, mintha a gravitáció teljesen hatástalan lenne rájuk. Hickson és Parker később mindketten úgy írták ezt le, hogy különös nyugalomérzése járta át őket, mintha valamiféle kábítószer hatása alatt lettek volna, és valamiféle túl áradó eufóriát is tapasztaltak. A következő pillanatban már a levegőben lebegtek, a folyó felszíne felett, egyenesen a különös űrhajó felé, amelyből a három entitás percekkel azelőtt előbukkant. Miután belebegtek a nyitott ajtón, egy fényesen megvilágított szobába vagy kamrába kerültek, és itt mindenféle orvosi vizsgálatoknak vetették alá őket. A többi eltérítéses esettel ellentétben azonban ők azt állították, hogy az egész eljárás alatt végig lebegtek, nem feküdtek le valamiféle vizsgálóasztalra. A vizsgálatok végén Hicksont, aki még mindig le volt bénulva és csak a szemét tudta mozgatni, a lények egyszerűen otthagyták lebegni, és Parkert kezdték vizsgálni, aki Hickson szerint egy másik szobában volt. 20 perccel azután, hogy először pillantották meg az UFO-t, véget is ért a kaland. A két férfit visszalebegtették a partra, a tárgy pedig felemelkedett, és hatalmas sebességgel elszáguldott. Mivel arra számítottak, hogy nevetségessé válhatnak, ha bárkinek is elmondják, mi történt, Hickson és Parker úgy döntöttek, hogy hallgatnak a velük történtekről, ám hű amerikaiak lévén később azt gondolták, hogy legalább a kormánynak talán tudnia kellene róla. Először felvették a kapcsolatot a közeli Kessler légibázissal, az ott szolgálatot teljesítő tiszt azonban erős szkepticizmussal kezelte őket, és hozzátette, hogy amit jelentettek, az amúgy sem olyasmi, amiben a hadsereg hajlandó lenne belekeveredni. Ez manapság elég ellentmondásosnak hangzik, ha figyelembe vesszük, hogy általában pont a hadsereg az, aki elsőként tud bármi ilyesmiről. Mivel a hadseregnél nem jártak sikerrel, a két férfi a Jackson megyei sheriff hivatalába ment, ahol a szolgálatban lévő helyettesek felvették a bejelentésüket, ám bizonytalanok voltak, hogy hogyan tovább, így a tisztek végül kapcsolatba léptek Fred Diamond sheriffel, aki úgy döntött, hogy bemegy a sheriff hivatalba és kihallgatja őket. Kezdeti beszámolójukat kiértékelve Diamond arra gyanakodott, hogy a szemtanúk részegek lehetnek, mivel Hickson elismerte, hogy közvetlenül az eset után viszkit fogyasztottak. Diamond ezután egy rövid pihenőidőt javasolt, és magára hagyta a két férfit, ám a tudtuk nélkül bekapcsolva hagyta a mikrofonokat és a magnókat a kihallgató szobában. A sheriff azt remélte, hogy a férfiak majd önmagukat fogják leleplezni, és a titkos felvétel bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az egészet csak kitalálták. A legnagyobb meglepetésére azonban, amikor a szallagot visszahallgatta, a két férfi őszintén beszélt egymás között arról, amit átéltek, és a találkozás azon részeiről, amelyekre emlékeztek. A rémület és az értetlenség a hangjukban teljesen nyilvánvaló volt. Ez a titkos felvétel ugyan megtalálható az interneten, de olyan rossz minőségű, hogy értelmetlennek tartom bejátszani, ám részleges leírata a következő. Haza kell jutnom, le kell feküdnöm, vagy be kell vennem valami nyugtatót, vagy orvoshoz kell mennem, vagy valami. Nem bírom tovább. Mindjárt megőrülök. Mondom neked, ha végeztünk, adok neked valamit, hogy megnyugodj, és tudj aludni egy kicsit. Így nem tudok aludni. Mindjárt megőrülök. Nos, Kelvin, amikor kihoztak minket, amikor kihoztak abból a dologból, Istenem, alig tudtalak rendbehozni. A karjaim, emlékszem, egyszerűen lefagytak, nem tudtam mozogni, mintha egy csörgő kígyóra léptem volna. Ők nem csinálták ezt velem. Elájultam. Azt hiszem, soha életemben nem ájultam el. Soha életemben nem láttam ilyet, az emberek nem fogják elhinni. Nem akarok tovább itt ülni, orvoshoz akarok menni. Jobb, ha felébrednek és elkezdenek hinni. Jobb, ha elkezdenek hinni. Láttad, hogy nyílt ki az a rohadt ajtó?
Nem tudom, hogy nyílt ki, fiam. Nem tudom. Egyszerűen felemelkedett, és úgy, ahogy van, azok a rohadékok kijöttek. Tudom, nem lehet elhinni. Nem lehet az embereket meggyőzni róla. Abban a pillanatban lebénultam, nem tudtam mozogni. Nem fogják elhinni. Egy napon majd elhiszik. Lehet, hogy túl későn. Mindig tudtam, hogy vannak emberek más világokból odafent. Mindig tudtam, de soha nem gondoltam volna, hogy ez velem történik meg. Te magad is tudod, hogy nem iszom. Tudom, fiam. Ha hazaérek, én iszom még egyet, hogy tudjak aludni. Nézd, miért ülünk itt? El kell mondanom Blanche-nak. Mire várunk? Haza kell mennem. Rosszul vagyok. Ki kell jutnom innen. Nehezen hihető. Ó, Istenem, ez szörnyű. Tudom, hogy van egy Isten odafent. A sheriff ezután úgy döntött, hogy további kihallgatást tart, azzal a szándékkal, hogy feltárja a beszámolójukban rejlő ellentmondásokat, ám Diamondnak nem sikerült ilyesmit találni. Miután befejezték ezt a második interjút, Diamond némi gondolkodás után tájékoztatta a két férfit, hogy kevés lehetősége van arra, hogy hivatalos rendőrségi vizsgálatot indítson ebben az ügyben. Amikor közölték a sheriffel, hogy akkor a médiához fordulnak segítségért, ő figyelmeztette őket, hogy nem szolgálná az érdeküket, ha nyilvánosságra hoznák a történetet. Tanácsát figyelmen kívül hagyták, így Hickson több interjút adott nemzeti újságoknak és televíziós állomásoknak a következő hetekben, és néhány napon belül a Pascagoulai találkozás országszerte főcím lett. Az 1952-ben alapított Ariel Phenomena Research Organization, azaz az APRO, a kaliforniai egyetem mérnök professzorát James Hardert küldte a helyszínre, hogy vizsgálja ki az ügyet. G. Allen Hynek a légierő képviseletében szintén a helyszínre utazott. Együtt hallgatták ki a szemtanúkat, Harder pedig hipnózisnak vetette alá Hicksont, de kénytelen volt idő előtt befejezni, mivel a férfi túlságosan megijedt és képtelen volt tovább folytatni. Bár egyes források azt állítják, hogy Hickson megtagadta a hazugságvizsgálaton való részvételt, valójában mindketten átmentek rajta, Harder és Hynek pedig hittek a férfiaknak. Hynek később azt mondta, itt határozottan volt valami, ami nem földi eredetű. Nos, már eleinte szinte senki nem hitt a két áldozatnak, ahogy teltek a napok, hetek, egyre több különös beszámoló látott napvilágot, amelyek akár alá is támaszthatják az esetet. Mindössze egyetlen nappal azelőtt, hogy a két férfit elrabolták, tehát 1973. október 10-én 15 egymástól független személy, köztük két rendőrtiszt jelentette, hogy egy nagy, ezüstszínű UFO-t látott lassan elrepülni egy lakótelep felett Saint-Tammany Parishben, Louisiana államban. Hivatalos feljegyzések szerint azon az estén több mint 50 különböző hívás érkezett a Pascagoulai rendőrség központjába, és mindegyik furcsa kék fényekről számolt be, amelyeket a város égboltján láttak. Ezek közé tartozik egy házas pár, Maria és Jerry Blair, akik azon az estén egy móló melletti parkolóban várakoztak, a folyó túloldalán, miközben vártak annak a hajónak a kapitányára, ami férjét vitte volna dolgozni. Maria elmondása szerint a hónaphoz képest meleg éjszaka volt, 22-23 Celsius fok. Ekkor pillantották meg azt a kék fényt, amely ide-oda mozgott a távolban, de nem gondoltak arra, hogy UFO-t látnak. A tárgy legalább 20-30 percig volt látható, és semmiféle hangot nem adott ki magából. Amikor egyszer csak eltűnt a szemük elől, egy hatalmas, csobbanásszerű hangot hallottak, mintha valami beleesett volna a folyóba. Ekkor szálltak ki a kocsiból, és sétáltak a mólóra, hát ha rájönnek, hogy mi történt az imént. Maria jóval később a következőképpen idézte fel az ezután történteket. The water got just riffling, and then when I looked down, that's when I seen it look like a person in the water. I'm looking right, it was like right below me. Ám volt egy másik pár is, akik egy útkereszteződésben álltak az autójukkal, és várták, hogy a közlekedési lámpák zöldre váltsanak.
Egyikük, Judy Brenning vette észre, hogy valami repülőtárgy közelít feléjük hátulról, amely az elején kékes színnel világított. Amint közelebb ért hozzájuk, megfigyelték, hogy a tárgy semmihez sem hasonlít, amit addig valaha is láttak. A tárgyról hiányzott a szárny, vagy bármiféle olyan részlet, amely a repülőgépekre vagy a helikopterekre jellemző, ráadásul teljesen hangtalan volt. Ahogy a tárgy egyre jobban közeledett feléjük, az autóban lévő rádió hirtelen hangosabbá vált, majd véletlenszerűen kezdett váltogatni a különböző rádióállomások között. Az UFO végül közvetlenül felettük haladt el, és a rádió csak a tárgy elhaladása után kezdett ismét normálisan működni. A pár teljesen ledöbbent, és nem értették, mi történt. Rábukkantam egy kapcsolódó esetre is, amely néhány héttel a két férfi elrablása után történt, ugyanazon a helyszínen, legalábbis ami a Pascagoula folyót illeti. A parti őrség emberei és halászok is több alkalommal találkoztak egy víz alatti fémes tárgyal, amely a vízfelszín alatt lebegett és borostyán színű fényt sugárzott ki magából. A parti őrség emberei többször is követték vagy üldözték a Pascagoula folyóban, egy alkalommal pedig a tárgy olyan közel volt, hogy egy hajóhoroggal vagy kampóval többször is meg tudták bögdösni. Minden alkalommal, amikor ezt tették, a tárgy kikapcsolta a fényeit, távolabb ment, majd újra világítani kezdett. Ez a szokatlan találkozás körülbelül 40 percig tartott, mielőtt ez a valami végleg eltűnt. Nos, a Pascagoulai incidens azon szokatlan UFO beszámolók csoportjába tartozik, ahol az áldozatok nem húsvér idegenekkel, hanem sokkal inkább robotszerű, mesterségesnek tűnő szerkezetekkel kerültek kapcsolatba, hasonlóképpen az előző videómban bemutatott voronyezsi UFO leszálláshoz, vagy a Fleetwoodi szörnyhöz hasonlóan. Én magam több interjút is megnéztem velük, és közel sem tűntek csalónak vagy hazugnak, inkább olyan érzésem volt, hogy amiről beszéltek, azt valóban átélték. Ráadásul az egyéb tanúk szintén alátámasztották az állításaikat, így sokkal valószínűbb, hogy valós események történtek velük. A szkeptikusok pedig soha nem tudták rájuk bizonyítani, hogy csalók volnának, a legjobb érvük pedig mindig az volt, hogy szerintük a két férfi hazudik, illetve az, hogy az esemény után alkoholt fogyasztottak. A probléma ezzel csupán az, hogy Charles Hickson 80 éves korában, 2011. szeptember 9-én bekövetkezett haláláig, és Calvin Parker 68 éves korában, 2023. augusztus 24-én bekövetkezett haláláig, mindketten kitartottak a történetük mellett, és soha nem vonták vissza azt, így elég erőltetett lenne mindez csak az alkoholra fogni. Én személy szerint úgy gondolom, hogy a Pascagoulai incidens valóban megtörtént, és ha részleteiben lehetnek is eltérések az ezzel kapcsolatos fellelhető információkban, a két férfit valóban földön kívüliek rabolhatták el általunk ismeretlen célból. Ám hogy mik lehettek ők? Robotok? Húsvér lények? Ez valószínűleg örök rejtély marad. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni és visszanézni a korábbi videóimat is, akár UFO-s témában, akár bármi másban. Iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő videóimról, és ne feledd, hogy csatornatagsággal, akár napokkal hamarabb is láthatod egy-egy újabb videómat. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, hamarosan jövök a következő érdekes témával. Addig is sziasztok!